Éppen 50 évvel ezelőtt állított fel új világcsúcsot 10 pécsi főiskolai hallgató. 1972. februárjában fociztak a fiatalok 21 órán át, mellyel az ausztrálok korábbi 20 órás maratoni meccsét múlták felül. Abban az időben csak orvosi engedéllyel és felügyelettel határterheléses kísérlet címén játszhatták le a mérkőzést. Az akkori csapattagok közül 5-en most újra összejöttek a helyszínen, és a távfoci világcsúcsra emlékeztek. Akkor nagyon elfáradtunk a végre, de úgy éreztük, hogy 20 évesen minden megy. Tehát nincs olyan, hogy nem. Tehát, hogyha azt mondták, át kell menni a falon, akkor nem azt éreztük, hogy hogyan, hanem hogy melyiken. Tehát, hogy nem volt lehetetlen, nem ismertünk lehetetlen. Ez nem volt igazából nagyon szerencsés választás a részünkről, úgy tolmácsolták felénk a főiskola akkori vezetése, hanem nekünk ezzel meg kellett küzdeni. Tehát, hogy el kellett fogadtatni, sőt, még a saját szobatársainkkal szemben is el kellett fogadtatni, hogy mi ilyen nagy dologra készülünk, és hogy majd meglátjátok, hogy meg fogjuk tudni csinálni. És hogy klassz lesz, és tényleg. És ami nekem nagyon nagy élményem volt, hogy ugye itt lelátó volt, és a lelátó tömve volt, tehát egész éjjel nekünk szurkoltak, ment a zene, minden, és hogy még a bordásfalakon is lógtak, az ajtóba álltak emberek, és buzítottak bennünket, és hogy a városban olyan idegenek köszöntek ránk, akik soha életben nem láttuk, és hogy gratuláltak meg, tehát fantasztikus érzés volt. Mondták, hogy hát figyelj, így nektek nagyon könnyű lesz majd a lányokkal. A maratoni mérkőzés pszichológiai és szociológiai hatásairól még szakdolgozatok is készültek. Hát azért volt megítélésem szerint ez fontos a tudomány oldaláról, mert ott kaptam egy olyan indítatást, amit a főiskola, mint tanulmány, hát ez jó, köszönjük, azt megcsináltuk, de itt azért olyan plusz jött, amit aztán később, mert tovább tanultam, ez nem a reklám helye, de ott tudtam hasznosítani, tehát az edzés elméleti vagy élettani dolgoknál, meg a jelenlegi életemben is ez nagyon fontos ezeknek a tapasztalatoknak a megélése pszichológiai kategóriában, megnyertem az OTDK-t, és azt hiszem, hogy azért is mehettem aztán kijárultak hozzá később egy dániai ösztöndíjhoz. Ott kint voltam, visszajöttem, és utána még a szakdolgozatot is ebből írtam, még tovább ragoztam, úgyhogy nagyon sokan érdeklődtek, mert most, hogy felvetődött ez az 50 év, kérték, hogy esetleg küldjem el a szakdolgozatomat. Véletlenül én megtaláltam, beszkenneltem és elküldtem. Sok érdeklődő volt, nagyon érdekesek az edzői visszajelzések. Határterhelés, élettani és pszichológiai hatásai. Tehát, hogy milyen változásokat, milyen alkalmazkodási folyamatokat generált az embernél, és mellette az, hogy meddig tudtunk elmenni ezzel. Tehát óriási volt, tehát olyan, hogy ugye visszaköszönt Selye János stresszelmélete, visszaköszönt nagyon sok olyan élettani összefüggés, amire nem is gondoltunk, hogy olyan magasan van a határ, ugye az emberi teljesítő képesség, tűrőképesség határa, ezek itt jelentek vissza nálam az életemben. Később is foglalkoztam ilyen tudományos dolgokkal, úgyhogy aztán ott tudtam hasznosítani. Nekem ez a maratoni kategória, tehát nem csak fociban, hanem egyáltalán az életben, ez nekem életem meghatározó élménye, hogyha annyit bevallhatok, hogy úgy alakult az életem, a családi életem is, hogy az is egy határterhelési kísérletnek mondható, hiszen született 6 gyermekünk is. Azért nem kis feladat volt őket felnevelni, most már nagyok mind. Ilyen szociológiai szempontból, amit szintén említettem már, hogy a közösségnek a megtartó ereje, hogy látható, érzékelhető, tapintható legyen és buzdító erőt adó. Úgyhogy nekem ez egyértelműen óriási élményt jelentett. Az eredeti terv az volt, hogy 24 órán keresztül focizik, csere nélkül ugyanaz a 10 ember, de végül a korábbi világcsúcs megdöntése után 21 óránál 502-475-ös eredménynél abbahagyták a játékot a csapatok. Úgy készülni, hogy most ügyesebb legyek fociba, úgy nem készültem, mert gondoltam, hogy azért itt nem a foci tudás lesz a döntő. És már jó volt, nagyon jó volt, kellemes élmény visszagondolni rá, meg hát akkor is jó volt. Meg hát én gyerekkoromban is imádtam focizni mindig. Vége felé azért volt pszichésen, lelkileg az embernek kellett gyúrnia magát, hogy kitartsa. Nem, eszembe se volt Markó föladni, amikor belevágtunk.
Én mai napig vallom azt, hogy ezt érdemes volt egyszer megcsinálni, azt nem mondom, hogy még egyszer szeretném megcsinálni, de akkor, abban az időben ez részünkről egy nagy kihívás volt. Meg egy jó balhé. Én emlegettem természetesen, mert aki a szakdolgozatot csinálta belőle, annak idején engem megajándékozott egy példánnyal, és én mondjuk néha földrajzórán, ezt bevallom most utólag, mert én testnevelő, meg földrajzszakos vagyok, földrajzórán motivációként egy-két oldalt felolvastam belőle, és erre a gyerekek beindultak nagyon, de csak akkor mit csinálhatunk valamit, ha jól tanultuk. Ez volt a motiváció. Az iskolánk tanulóit kétszer volt ilyen esemény, amikor nagyon-nagyon beindultak, de ismerve az ő mentalitásukat részben, másrészt a lelkesedésen túl a munkát már nem biztos, hogy vállalták volna. Az örök ifjú testnevelők most, igaz, hogy nem 21 órán keresztül, de egy jó fél órát fociztak a régi szép idők emlékére.